Ládákban sorakoznak a különféle élelmiszerek ebben a tuzséri üzletben. Ezek már biztosan nem kerülnek a polcokra, komoly gondok vannak ugyanis velük. A kisboltot a napokban ellenőrizte a Nébih kiemelt ügyek igazgatósága, ekkor derült fény az élelmiszerbiztonsági szempontból kifogásolható termékekre. Közel 4 mázsa olyan termék volt, aminek a fogyaszthatósági ideje járt le, ez azért különösen veszélyes, hisz ezek a termékek gyorsan romló termékek, ezek között volt húskészítmény, különböző tejtermékek, pohárdesszertek, és sajnos volt olyan termék, aminek már 2-3 hete lejárt a fogyaszthatósági ideje. Emellett a kollégáim találtak közel 2 mázsa lejárt minőségmegőrzési idő terméket, és 7 mázsa olyan terméket, aminek a nyomonkövetése nem volt biztosított. Ez azt jelenti, hogy vagy az áruk eredetét nem tudták igazolni, vagy a termékeken lévő jelölés egyáltalán nem volt fellelhető, vagy pedig nem volt megfelelő a jelölés. Márkás tejfölök, joghurtok tömkelege, a problémás élelmiszerek egy része a vásárlótérben volt, másik részét pedig a raktárban tárolták, elkülönítés és a forgalmazás tiltó jelölés nélkül. Az összesen több mint 1,2 tonna hivatal mércéjével is nagy mennyiségnek számít. Az ilyen célzott tranziákat egyébként előzetes adatgyűjtés előzi meg, ennek eredményeként 10-ből 9 esetben meg is találják a vélt jogsértést az adott helyen. A komplex ellenőrzések során számos dolgot megvizsgálnak a szakemberek. Részben figyeljük az ott dolgozók személyi higiéniát, hogy egészségügykönyvükkel rendelkeznek, megnézzük a rágcsáló rovarirtást, illetve magának az előállító üzemnek vagy kereskedelmi egységnek az általános higiéniáját, tehát hogy a padozat, oldalfalak, berendezési tárgyak megfelelnek-e, a különböző technológiai folyamatok biztosítottak-e, a hűtőkben az előírt hőmérséklet biztosított-e, és ezek után pedig a termékeknek a fogyaszthatóságát vizsgálják a kollégáim, részben az, hogy nem jártak ele, illetve érzékszervi elváltozást nem mutatnak, vagy akár egy olyan helyen, ahol megengedett a fagyasztás, megnézik, hogy megfelelő jelölte, megfelelő időben fagyasztották le ezeket a termékeket. Az elmúlt 10 évben közel 5000 ellenőrzés hajtott végre a szerv. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a problémás vállalkozások 90-95%-a lebukást követően jogkövetővé válik. Remélhetőleg így lesz ez a tuzséri üzlettel is, ahol a kifogásolható élelmiszereket azonnal kivonták a forgalomból, a vállalkozónak pedig gondoskodnia kellett az érintett termékek elszállításáról és megsemmisítéséről. Mindezeken felül 100 000-es nagyságrendű bírságra is számíthat.